Nem titkolózik tovább Litai Dóra és Éliás Gyula, akik már fél éve alkotnak egy párt. Arra, hogy hogyan találtak egymásra és milyen közös jövőbeli terveik vannak, most ők mesélnek nekünk. Vendégünk a stúdióban Litai Dóra színésznő és Éliás Gyula énekes. Jó reggelt kívánok! Na jó reggelt! Szerelmesek, meg. Igen, olyan jól annyira aranyosak vagytok, jó van. Ez tök jó. Na, hogyan találkoztatok? Hogy kezdődött? Meséljetek egy picit. Dóri megkeresett engem, hogy segítsek neki felkészülni az éneklésben, és így tulajdonképpen, de majd részletesen elmondja ő. Jó, akkor Dóri, mikor érezte, hogy ez több, mint egy énektanári és növendéki kapcsolat? Én mikor éreztem? Aha. Hát ezt nehéz megmondani, mert igazából itt nem is erről volt szó, hanem elkezdtünk együtt dolgozni, és valahogy nagyon hamar azt éreztük, hogy egy hullámhosszú vagyunk, és nagyon megértjük egymást, és a felkészülésből, ami ugye a dalokról szólt, és zenéről szólt, és színházról szólt, egyszer csak azon kaptuk magunkat, hogy hát már mindenféléről van szó, tehát folyamatosan beszélgetünk, és nem tudjuk abba hagyni, és nem is akarjuk. Tehát ez egy folyamat volt, ez egy körülbelül egy hónapos folyamat volt. Ismertétek előtte egymást? Nem. Tudtátok, hogy ki kicsoda? Egyáltalán. Hát de tudtuk, hogy ki kicsoda, de nem találkoztunk. De nekem azt mesélt, hogy ő tudta, hogy én énekelek, és persze, hogy tudtam. Szerette a zenémet, meg szerette a dalaimat, meg úgy nagyjából ismerte is őket. Én, mivel nem nézek sorozatokat, én nem láttam őt a jóban, rosszban, de utólag bepótoltam ezeket a dolgokat. Az összes és minden este azt kell nézned. Hát egy párat próbáltam visszanézni, meg hát rengeteget a munkásságából, hiszen nagyon széles körülön dolgozik, mindenféle csinál, szinkronizálástól a főszerepekig. Hát igen, de mi azt lényeg, tudjuk, persze. A lényeg, hogy én nem tudtam, hogy ő kicsoda. Tehát de így effektíve nem voltam a rajongója, vagy tehát nem voltam tisztában vele, hogy most a Sex és New York magyar hangja, a Samantha magyar hangja ő volt, tehát hogy így ennyire nem tudtam észre. De talán ez így végig szóval. Egyszerűen csak egy Wikipedia kedves hölgy volt, aki megkeresett, hogy tanítsam énekelni. Mit gondoltál először róla, amikor megláttad? Hát nagyon-nagyon közvetlen volt, és nagyon-nagyon bájos. Ja, de és olyan rokon lelkeknek éreztük magunkat rögtön, tehát hogy így volt egy ilyen összhang, ami kicsit nagyon, átlagosra. Olyan volt, mintha ismertük volna. Igen, hát átlagon felüli volt, igen, ezt el kell, hogy mondjam. Tehát ez fontos, amit mondtál, alkalommal. Szerintem ez nagyon fontos, amikor az ember úgy érzi, találkozik valaki, és úgy érzi, hogy mint a 100 éve ismernék egymást, közben rájössz, hogy hát pillanatra rájunk meg, hát igazából 5 perce vagyok vele együtt. Bocsánat, még egyetlen egy dolgot hozzáteszek, hogy ő állítólag 2 év ezelőtt találkozott velem valahol, ahol játszom egy rezidens klubban már évek óta. Aha. Budapesten, és ő ott próbált valamit, és mi egymásra köszöntünk, és én csak ráköszöntem, hogy hello. Ez neki de te erre nem emlékszel. Én baromira nem, ő emlékszik. Szégyeld magad. Igen, bennem ez egy kis tüske a kapcsolatban, hogy csak azóta is mondott, egy tüske. Hello. Egyébként a fantasztikus hangjár egyébként, mert azért az nem igaz, hogy nem. Tehát természetesen én tudtam ugyanúgy róla, mint hogy ő róla. De te azt sem tudtad, hogy színésznő vagy? Én nem tudtam, ne haragudj. Én azért tudtam, hogy ő az egyik legcsodálatosabb hang Magyarországon, ezt mondjuk nehéz nem tudni. Jaj, de szépen beszélsz róla, ezt tök jó hallani. Hát de ez így van. És ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy én úgy olyan valakit kerestem, aki segít nekem, aki nagyon-nagyon ért ahhoz, amit csinál, és mondjuk az ő hangja nagyon lenyűgözött engem, meg az a fajta tudás, amit ő az első órán, tehát én nagyon régen énekeltem már, és most zenés évadom volt a színházban, és fel akartam magam hozni egy bizonyos szintre, és nekem nagyon felszabadító volt, amit kaptam tőle. Picit még menjünk vissza erre a párkapcsolati romantikára, jó? Hogy ti hogyan bolyongtatok egyébként a világban? Tehát így nyitott szemmel, nyitott szívvel, ugye mindketten túl vagytok, amennyiben jól tudom, egy-egy válláson, ami ugye nem akadálya annak, hogy az ember egy új kapcsolatot keressen, de milyen periódusotokban voltatok, amikor éppen találkoztatok? Hát én abszolút nem voltam nyitott periódusomban, én egy hosszú, nagy magány időszakon voltam túl, vagy nem tudtam, hogy túl vagyok rajta. Én 4 évig gyakorlatilag egyedül éltem, tehát az én kislányom édesapjától külön váltunk, ő sajnos 1 évvel ezelőtt meghalt, és hát a gyermekemmel elég sok feldolgozni valónk volt, költöztünk a szülői házba,
én szép lassan, fokozatosan visszatértem a pályára, és az, hogy párkapcsolat, meg keresgélés, az egyáltalán nem volt a horizontomban. Tehát ez számomra teljesen váratlan ez volt. Ez tényleg így volt? Tehát, hogy... Számomra ez az érzelmi összetalálkozás, ez teljesen váratlan volt. Emily narrálta is, hogy nézd oda, hát ezt nem is hiszem el, hogy de akkor neked ez egyrészt, hogy te is akkor milyen periódusokban voltál, másrészt ez nehezítette, vagy könnyítette a te dolgodat? Hát ez is a kérdésedre, az első kérdésedre válaszol, hogy én állandóan éneklem, hogy jól vagyok. Tehát, hogy nekem egész életem éneklem, hogy jól vagyok, igen, jól vagyok. Igen. Tehát én, igen. Nekem szerencsés helyzetem van, mert determinálom az életemet ezzel, és ez sokszor sikerül is megvalósítani a valóságban. Úgyhogy nekem egy nagyon jó, ez ugye nyáron ismerkedtünk, meg nyár végén, szeptember elején nyár vége, és nekem egy nagyon jó koncertsorozatom volt akkor, hogy én akkor nagyon jó passzban voltam, és mondhatni, hogy azért nagyon megviselt a válás, meg az elmúlás, ugye, meg a gyász, de nagyon rövid alatt jött a Dóri, tehát hogy nem volt sok idő. Átlendített ez az egész. Hát nagyon átlendített, igen, nagyon sokat segített. És az ő zártsága, most idézőjelben, amiről ugye az előbb beszélt, az neked könnyebbség volt, vagy nehezebb, mert ilyenkor ugye egy nő azért sérül, hogy neked az, hogy ő egy kicsit azért zárt volt, az neked könnyebbség volt, vagy nehezebb volt? Én nem vettem észre, hogy zárt lenne, ezt ő belül érezte, és én egyáltalán nem úgy álltam hozzá, tehát fölhívott telefonon, és már akkor a hangja olyan ismerős volt, pedig soha az életben nem találkoztunk, ugye csak ilyen, amit meséltünk, hogy csak köszöntünk egyszer egymásnak. Akkor, amikor eljött az órára, tehát egyáltalán nem éreztem azt, hogy ő zárt, tehát semmilyen ilyet, tehát hogy nem jött ez le számomra, tehát semmiféle, tehát minden, mint a kés a vajba, hogy nagyon simán. Igen, de ez hozzátartozik, hogy nekem az éneklés nem csak a színházi feladataim felkészülése miatt, vagy arra való felkészülés miatt volt fontos, hanem én már nagyon nem éreztem jól magam lelkileg, és arra ébredtem egy reggel, hogy énekelni akarok, mert a zene az valami olyan örömet fog adni nekem, amire már nagyon régóta vágyom. Igen. Tehát ez egy gondolat volt, és akkor egyszer csak elém jött a Facebookon Gyulának egy posztja, ami addig egyébként soha nem jött elő, ahogy áll és gitározik az egyik koncertjén, és belájkoltam, és gyakorlatilag innen kezdődött az egész, tehát teljesen sorszerű volt, és véletlenek sorozata volt. Hogyan tovább? Mert hogy közös terveket szövegettek, nem csak a magánéletben, hanem egyébként a munkában is. Igen, ez is így jön magától. Igen, szeretnénk közös esteket is összehozni, mert azon találtuk magunkat, hogy mikor együtt vagyunk, elkezdek gitározni, akkor a Dóri elkezd rá énekdalomokat énekelni, tehát kvázi dalokat írunk. Legutóbb Radnóti verset. Igen, ezt így hívják. Legutóbb egy Radnóti és egy Szabó Lőrinc verset zenésítettünk meg. Ez véletlenül? Hát majd, hogy teljesen véletlen volt. Este otthon bodozgatás közben. Akkor körülbelül így történt a történet, ez teljesen adhok módon, de annyi tudatosság van a dologban, hogy szeretnénk olyan estet, olyan irodalmi esteket csinálni, zenés esteket, asszociációk. Dalokról versekre és vissza. És versekről dalokra, amik tulajdonképpen a Éliás Gyula és Létai Dóra, vagy Létai Dóra és Éliás Gyula dalok a szerelmről címmel lenne, és hát várjuk erre majd a felkéréseket, de még ez tényleg egy ilyen nagyon gyerekcipőbe járó ötlet. Ez egy remek végszó volt, és nagyon jó benneteket nézni. És köszönjük szépen. Köszönjük szépen, hogy bejöttetek. Köszönjük.